A prágai Hradzsinban beiktatták Csehország negyedik köztársasági elnökét, Petr Pavelt. A NATO katonai bizottságának 62 éves egykori vezetője, nyugalmazott tábornok január végén a szavazatok közel 60%-ával nyerte meg a közvetlen elnökválasztást, Andrej Babiš volt miniszterelnökkel szemben. Pavelt a kampányban a jobboldali kormánypártok támogatták, határozott atlantistaként már beiktatása előtt bírálta Kína-Tajvan politikáját, illetve a riválisát nyíltan támogató Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is. A cseh elnöki posztot eddig Miloš Zeman töltötte be, aki Andrej Babiš politikai szövetségese volt, gyakran bírálták populizmusa, Kína, illetve orosz barát megnyilatkozásai miatt. A köztársasági elnöknek a cseh jogrendben a magyarhoz hasonlóan javarészt ceremoniális szerepe van.